Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai zen gyakorlaton. Örülök, hogy ennyien összegyűltünk. Semmi más nem jelent a zen, mint hogy megtaláld az utad. Nagyon kevesen látjuk át, hogy mennyire nyilvánvaló a helyzetünk ezen a földön. Megszülettünk, és ahogy felveszed ezt a testet, abban a pillanatban bekerültél egy háromdimenziós térbe és egy egydimenziós időbe. Azért egydimenziós az idő, akármennyire is néha pörög, vagy így telik, mert nem tudsz benne visszafordulni. Ha van két dimenziód, akkor abban így egy lapos úkanyart így tehetsz. Ha háromdimenziód van, akkor így szaltózhatsz így jobbra is, meg balra is, meg le, meg föl. De ha egydimenziód van, mint itt az időben, akkor egyszer múlandóak vagyunk és kész. És az az érdekes, hogyha ez a mulandóság nem lenne, akkor az életnek nem lenne ekkora értéke. Ahhoz képest, hogy mennyi mindent akarunk, nagyon kevéssé vagyunk tudatosak. Ahhoz képest, hogy mit látunk a világból, nagyon rövid ideig vagyunk itt. Érteni véljük a világegyetem korát, megmérjük a fák gyűrű a gyűrűk számát, és így az éveit. Meglátjuk, hogy a természet hány millió vagy milliárd éve létezik. Ehhez képest az a pár évtized, ami a miénk, biztos, hogy aktívan kevesebb, mint száz év, az annyira kicsi, mint hogyha egy molylepke meglátná a gyertyalángot, és így elindulna felé, belerepül, és ennyi. Ennyi egy ember élet. Mit tudsz ebbe beletenni? Csak akkor jövünk rá, hogy egy élet mennyire értékes, hogyha az időbe vetettséget megéljük. És az az érdekes, hogy ennek egyetlen egy kulcsa van, az a pillanat, amit éppen tapasztalunk. A szabadságnak akkor van értéke, hogyha az okozatiságot és a meghatározottságot is észreveszed. Nézd meg, hogy milyen elképesztően feltételhez kötött. Az életünk. Csak az érzékszervi síkon, amit eszel, amit iszol, amit fölveszel, hogy milyen meleged van, vagy mennyire fázol, ez mennyire meghatározza az életérzésünket. És akkor még az érzelmi, meg gondolati feltételekről nem is beszéltünk. Mennyire érdekes az, hogy a szeretett kapcsolatok a legértékesebbek és a legsérülékenyebbek egyszerre. Hát van a múlandóság van a feltételhez kötöttség, és aztán jön a kedvencem, az a tökéletesség vagy a befejezettség hiánya. Mert annyira másképp szeretnénk ezt a világot, mint ahogy van. Ezt a világot mi a tökéletes változatában szeretnénk. Először kívül, aztán belül, aztán sehol, utána rájövünk, hogy ez valójában milyen. És a létezés három alapjegye a mulandóság, a feltételez kötöttség és a tökéletlenség vagy az eredeti tulajdonságok nélküliség, ez nem hangzik jól, ezt nem szoktuk szeretni. Mégis, ha ez a három erő nem lenne, akkor nem lépnénk a megszabadulás útjára. Nem lépnénk a felébredés útjára, és nem keresnénk valamit, ami fontosabb, mint ez a három, amely tükrében tisztán láthatjuk ezt a hármat. A gyakorlatnak tehát itt van lényegi működése, értelme és haszna. Eljuttat a lényeg tapasztalatáig, mi az, ami megszületik, mi az, ami lát, hall, érez benned, mi az, ami kimondja, hogy én. És ebben a tükörben látod az igazságot, hogy az égkék, a fűzöld, itt ülünk a teremben, a harmadik lépés pedig a működés vagy cselekvés. Amire szükséged van, megteszed, amire nincs szükség, attól tartózkodsz. Az úton lét tehát az első lépés és az utolsó is. Először azt látod, hogy milyen elképesztően kemény helyen vagyunk, mert a Föld az nem jó vagy rossz hely, hanem olyan, amilyenné tesszük. Az út először nagyon keskenynek tűnik, aztán kitágul, hogy a teremtő tapasztalod. És aztán megint valami egészen egyszerű és tiszta lesz, ahogy látod, hogy nem pusztán rólad szól, hanem sokkal inkább rólunk szól. Akármennyire is az egyén az alapépítőkő az emberiségben, pontosan annyit ér, amennyit egy párkapcsolatban tud adni és kapni, egy családban, mint családtag szerepet betölteni, és egy csoportban vagy társadalomban mint rész létezni. Ennek a három karmának a minősége az egyénen múlik. Alul ez a leggyengébb láncszem. Egy család sohasem fog gyorsabban gyalogolni, mint a leglassúbb tagja, mert együtt akarnak lenni. És fölfelé pedig azokra tekintünk példaképként, akik valahol legyőzték téves nézeteiket, kapzsiságukat és dühüket, és ezért az úton követhetővé váltak. Követhetővé anélkül, hogy ők ezt akarták volna. Mindannyian valamilyen én képzettel élünk. És érdekes módon vagy azokat követjük, akik az átlagnál erősebb én képzetet, önértékelést hoznak, ezek a hősök, a proféták, különböző nagyon nagy énő emberek, vagy pedig azokat, akiknek az átlagnál kisebb, a szentek, a megmentők, a teljesen tiszta és szatvikus lények. És nagyon kevesen jövünk rá arra, hogy a középúta az, amin igazán mennünk kéne, ami nem átlagosság és nem pusztán szürkeség. Mit kezdünk tehát azzal a kevés idővel, ami adódik nekünk? Mert az a szép, hogy nem tudod, hogy mikor mész el innen. Mit teszünk azzal a pár évtizeddel, amit mondjuk aktívan élhetünk egymás mellett? És erre ad választ az a gyakorlat, ahol nincsenek kész válaszok. Talán azért is ültök itt, mert tudjátok, hogy az ember nem kész válaszok vannak, hanem a tudatnak egy olyan tisztassága, olyan minősége, amelyet ha elérünk, akkor helyes választ tudunk kapni a kérdéseinkre. Hogy magunktól vagy másoktól, az már részletkérdés. De ha a tudatod nem tiszta, akkor föl se tudnád tenni a kérdést helyesen. Úgyhogy szerencsére nem kész vallásos dogmatikát vagy tételsort kell a megtanulnod, hanem ráérezni valamire, ami nagyon mélyen te vagy. Valamire, amit eddig nem láttál magadban, de végül is ez az, ami lát benned. Hát az igazi önvaló tapasztalata nem egy filozófiai vagy teológiai küldetés, és végképp nem egy zen wellness gyakorlat. Ennek a meglétét nem lehet sem tudni, sem elfelejteni. A működését láthatod tudsz-e nem dualisztikus alapon működni, van-e intuitív mozdulatod, megnyilvánulásod, amely épp ott és akkor betölti a feladatát. Nem hagy maga után nyomot, se hiányt, se felesleget. Igazi önvalónk közvetlen megnyilatkozása az intuíció. És ezt szerencsére gyakoroljuk a Kohn interjúk formájában és az élet interjúi formájában, Hogyha a kohorintérdőt jól csinálod, akkor előbb-utóbb a párkapcsolatot, párbeszédeit is jól csinálod. Ha az egyik nem megy, akkor a másik sem. És Valamelyik tükörben csak viszont látod a házi feladatodat. Úgyhogy, ha ennek a megoldásában segíthetek valamennyit, akkor várom a kérdéséteket. Én azt szeretném kérdezni, hogy nagyon sokáig az életembe a gyengeséget és a gyengédséget azt ugyanannak gondoltam, és úgy éreztem, hogy nem lehetek gyengéd, mert akkor gyenge vagyok. És uh, erre úgy reagáltam, hogy agresszióval és düvel. Ez azóta merem megengedni magamnak, amióta férjem van. Hogy gyengéd lehetek előtte, ez nem volt. Tehát, hogyha velem úgy viselkedtek, vagy bántak, akkor uh, vagy lepattintottam, vagy elviccelődtem, vagy tehát valamilyen önvédelmi dolog bekapcsolt és észreveszem még mindig magamon, hogy azért ez egy kondíció, hogy még mindig működik, de már észreveszem, hogy ezt működtetem. Mit tudnék annak érdekébe tenni, hogy ebbe fejlődjek? Koncentrálj a férjedre. Ha a gyengeség és a gyöngétség számodra már nem ugyanabban a dobozban van, akkor valamit te is jól csinálsz, meg a férjed is és az, hogy egy párkapcsolatban és ezen keresztül a külvilággal szemben hogyan nyilvánulunk meg, az bizony a családi házban dől el. Egy kicsit itt a darma teremben is, hogyha rendszeresen gyakorolsz. De az intimitás egy olyan tükör, amely elől nem lehet, és egy idő után nem is akarunk kitérni. Hm. És való igaz, hogy az együttérzés az nem sebezhetőség, és a gyöngétség az nem gyengeség. Hm. Úgyhogy csak ez a tantien praxis és az ennek a nyomán föllépő tisztánlátás és szilárd jelenléte az, amely a megkülönböztető bölcsességet helyesen működteti. Nem engedi átmenni ítéletalkotásba, az a túlvezérelt megkülönböztetés, és nem engedi üresben járni, ahol mondjuk a szenvedést és a boldogságot elkezdjük egy kalap alatt említeni, valahogy egyfajta könnyed egyenlőség jelet tenni a kettő közé. Tehát az alulvezéreltség sem jó, és a túlvezéreltség sem jó. Úgyhogy, ha tényleg nem ugyanaz a gyöngétség és a gyengeség, akkor jó úton jársz. Köszönöm. Szívesen. A múltban nagyon jellemző volt rám, és még ma is előfordul, hogy saját magamat a párkapcsolatom sikerességén keresztül definiálom. Ha szeretve érzem magam, akkor valakinek érzem magam, ha pedig nem, akkor egyszer csak megsemmisülök. Nem tudom, hogy ez honnan fakad, de nagyon jó lenne tudjam, és azt is, hogy hogyan tudok rajta változtatni. Ez a kapcsolatfüggőségnek a közepes foka, ez elég erős már, de nem szabad elveszni a párkapcsolatban, mint ahogy az egoitást sem megtartani. Tehát, ha teljesen társfüggővé válsz, akkor csak a társad visszajelzésétől függsz. És ilyenkor időt kell kérni, elég egy nap, elég két nap, esetleg három, mert az alatt itt egy elvonulás lezajlik. Úgyhogy ellenőrzött környezetbe ide eljössz, párod, nem aggódik, esetleg ide látogat, hogy megnézze, mit csinálsz, és megpróbálsz egy kicsit távolról vele élni. Nem a fizikai közelségében, végképp nem a visszajelzésétől függő módon, hanem úgy, hogy a kapcsolat megvan, de te most a fákkal, a mezővel, az elillanó hajnali ködben lévő nyuszikkal és hasonló jelenségekkel törődsz, és látod, hogy te teljes vagy, mint egyén, mindenféle visszajelzés nélkül. Tehát a világ és te az egyévállás tapasztalatában teljes, véleményfüggetlen, dualitás nélküli. Erre az alapra lehet helyesen építeni a párkapcsolatot. Hogyha egymáshoz tartozunk, akkor előbb-utóbb egy szeretetmezőben minden karmát ki tudunk nyilvánítani, úgy, hogy az a mező nem sérül. Hogyha nem vagyunk belül elég szilárdak, letisztultak, akkor akármit csinálsz a karmával, ezt a szeretetmezőt nem tudod kialakítani. Honnan tudod, hogy melyik melyik? Van olyan csend, ami üvölt és tarthatatlan. Ez az, amikor nincs meg a lélektől lélekig való szavak nélküli kapcsolat. Nagyon kényelmetlen ilyenkor a hallgatás. És ezt általában üres fecsegéssel vagy projekciókkal szoktuk betölteni. A másik szélsőség az a csend, amely ezer nyelven beszél, és tarthat akármeddig, nem jellemző rá, hogy valami hiányozna a két ember közül. És hogyha ez a második, a mindent jelentő csend megvan, akkor nem függsz a másik ember visszajelzésétől, de egy nagyon intim egymáshoz tartozás van. Nem egymás véleményeiből rakjuk össze az önképünket, hanem az okozatiság tükrében tisztán látjuk, hogy amit mondok, amit teszek, amit gondolok, amit érzek, az milyen következménnyel jár a másik felé. Ez nagyon más, mint a véleményalkotás. Észre tudod venni, hogy valójában mit okoztál boldogságot, vagy boldogtalanságot, szeretetet, vagy fájdalmat. És hogyha ezt az okozatiságot helyesen műveled, akkor lehet felhős az ég, de a nap az sosem szűnik megsütni, csak legfeljebb a felhők fölött van nem függsz a másik véleményétől, hanem nagyon mélyen egymáshoz tartoztok véleménytől függetlenül. Ezt lehet. Csak meg kell érte dolgozni. Köszönöm szépen. Szívesen. A szégyenről szeretnék kérdezni. Borzalmas. Édes testvére a bűntudatnak, igen. Ez egy gyermekkori mintázat nálam, de már nem vagyok gyermek, felnőtt vagyok. Hogyan tudnék ezen változtatni, mert ő oktalanul is, de sokszor érzek szígyent. Látod, hogy miért? Nem. Akkor kérdezz rá, hogy mi ez, honnan jön, és belül megtalálod a választ, hogy a régi mintázatok ismétlik magukat. Rutinszerűen és értelmetlenül, csak mert megszoktad őket. Mert valamikor azonosultál velük olvasd el Móricznak a Barbárok című novelláját. Még híresen volt a poszttraumás stressznek, amikor a háborúból hazatérő katonák nem tudtak visszailleszkedni a társadalomba. És van úgy, hogy a gyerekkori karmánk annyira erős, hogy felnőttként nem tud visszailleszkedni belénk, és nem tudjuk integrálni. Tehát nézd meg, hogy mi ez a szégyenérzet, és honnan jön. És amikor megláttad az okát, hogy ez megszokás vagy megélés, akkor nézd meg, hogy eredetileg ez mind teremtett, ennek önálló léte nincs. És amikor teremtettségében látod, akkor megszűnik ez az abszolút érzés, hogy én most csak szégyelhetem magam. Hogy nekem semmi másom nem lehet, csak szégyen érzetem. És már ez a nézőpont váltás kibillent a megszokott cselekvésmódból, érzésmódból. Abból a barázdából, ahol addig voltál. És így változik a személyiség. Másképp látod magad, és kiderül, hogy nincs miért szégyenkezned. De ezt kívülről nem lehet megkapni, belülről kell tapasztalni. Az lehetséges, hogy az összefügg azzal, hogy szégyen, sajnálnak, és a kívülről jövő sajnálata szeretet nekem. Igen és ez Mert egy erre... ciklussá tud szépen szilárdulni, mint hogy a bűn, a megvallása, a feloldozás, a szabadság és az újabb elkövetés. Uh -huh. Ez is egy érdekes ciklus. Tehát keresd az irracionális magvát, és megtalálod, hogy miért tűnik önmagába térőnek egyfajta önbeteljesítő, kívülről úgy tűnik elkerülhetetlen dolognak, de minden, amit teremtett, az változtatható. Uh -huh amit a bevezetőben hallottál, ha az a három törvény az oldaladra áll, akkor nincs olyan karma, amelyen nem tudnál változtatni. Hiszen minden karma mulandó, feltételhez kötött és tökéletlen vagy befejezetlen. Ha kivonod belőle az energiát és kivonod az információt, akkor abból semmi nem marad. Az információ itt a hit, az azonosulás, hogy ez én vagyok, hogy ez nem lehet másképp hogy nekem ilyennek kell lennem. Tehát ezek a mondatok azok, amelyek kötnek. Az energia pedig az, amivel gondolod, amivel érzed, amivel mondod és teszed. Tehát ha az energiát és az információt egyaránt visszahozod a keletkezés elé, a teremtettség elé, akkor két dolog történik. A karma kezd gyöngülni, utána eltűnik, és a felszabaduló energia és tudati tér egy újabb teremtést tesz lehetővé. Ehhez nagyon hasznos az enkör. Tehát amikor arról van szó, hogy megtudod ennek a tatváját, a működését, az a 90 fok. Amikor a 180-hoz érsz, az a megszabadulás, a 270 az átalakulás, és 360 az újabb működés. Úgyhogy minden karma ilyen. Minden, amit magadból és a világból és a másikból tapasztalsz, ilyen hogy állítsd ezt a három törvényt az oldaladra, és megszabadulsz. Köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy ha meditációban arra a kérdés, hogy mi az, ami hall, arra lyukadok, hogy nem létezik, mert az összes hang, amit hallok, az én vagyok, akkor ebből hogyan lépjek tovább? Úgyhogy rákérdezzel, hogy mi az, ami ezt gondolja. Várom a választ majd, amikor megjön. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdést ott? Én azt szeretném megkérdezni, hogy amikor ugye éljük az életünket, és megpróbálunk a lehetőleg legőszintébben élni, és igaz, igazakat mondani, persze kérd, megkérdőjelezendő az, hogy mi az, hogy igazság, de amikor folyamatosan azoktól kapjuk a legnagyobb pofonokat, akiket a legjobban szeretünk, és hogyan szerezhetem vissza ezt a bizalmat, az emberek vetett hitemet. Úgyhogy menj kartávosságon kívül. Ugyanis akkor nem tud megütni, és onnan szerest. Úgy szerest, hogy nem engeded túl közel. De ha ez az illető mondjuk a legközelebb áll hozzám. Akkor is. Mert akkor a gyöngétség és a gyöngesség az nálad még ugyanott van. Tehát erősödj meg belőle, és ő is tanuljon meg távolságot tartani, és téged kiérdemelni, nem pedig mondjuk kihasználni. És amikor úgy érzed, hogy az illető erre érett, akkor engedheted közelebb is. Addig nem. Nem méltó rá, mert a jelek szerint rosszul használja. Ne félj attól, hogy elveszíted. Magadat is meg kell tanítani arra, hogy más légy, mint eddig, meg őt is. Jó? Köszönöm. Szívesen. Szóval azt szeretném megkérdezni, hogy ö, szóval, hogy gyerekkori ö, hit vagy hitrendszer ö, az az egy mondat, Berne szerint, ami ami valószínűleg alatt keletkezett, és az alapján élem az életemet, az hogy tudom hogy tudok rájönni és hogy tudom törölni. Mi ez a mondat? Ezt nem tudom. Csak a következményeit. Mi a következménye? A legfontosabbat mond valami olyasmi, hogy mint hogyha lenne egy egy ilyen erkölcsiségen valami erkölcsi dolog, ami, amihez ragaszkodok, vagy amilyen őszintén az alapján akarok élni. Többszörös önvédelem mögül teszed fel a kérdést. Igen, az, igen ezt tudom. <laughs> De nem tudom még a mondatot, és nem, 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 is tudom, hogy tehát, hogy hogy tudok rájönni a mondatra. Nem a mondatra kell rájönni, az önvédelmet kell lebontani. Mégpedig? Tér vissza a gondolkodás elé, és mondjuk mert meghallani a madárdalát. Abban nincs erkölcsiség, vagy annak a hiánya. Tehát mindez a gondolkodás, amely akár gyerekkori, fiatalkori, középkori karmákból táplálkozik, ez egy falat épít közéd és a világ közé, sőt, mélyebb önmagad és a tudatos személyiséget közé is. Ezt a falat le kell tudni bontani úgy, hogy mondjuk az en gyakorlat által tartózkodsz a konceptuális gondolkodástól, mindenféle dualisztikus képzettől, Csakkor és akkor te a világ egyé váltok. Akkor bontod le ezt a falat, és akkor az összes mondat, szépen visszamegy a csendbe, ahonnan jött. És ehhez például, amiről, amit a fájdalmakat okozza, hogy ö, hogyan kapcsolódik, vagy nekem kicsit olyan, mint hogy ez ugyanaz lenne, hogy, ö, hogy ami miatt itt a gyengeség és gyöngétség akár felmerül, az olyan, hogy valami most kötés... Ezt ne Kötés. Ne. Ezt most ne, ne? ne, A tudatod különböző helyekre benyúl, és megpróbálja összerakni azt, amit méről egyben nem mersz elővenni. Tehát boncs le a falat, és lásd meg, hogy mi van mögötte. De az a törmelék, ami a fal előtt van, az most nem segít neked. Érted? És most mi a törmelék? A törmelék az a gondolkodás, az a karma, amit most megpróbálsz a tudatos személyiségeddel összekaparni, de ami a tudattalanodban van, azt nem engeded fel. Amikor csinálsz valamit az életedben, akkor kérdezd meg, ha nem vagy elégedett magaddal, ezt most mi helyet csinálom? Uh -huh. Mondasz valamit, és nem hiszel benne, ezt most mi helyet mondtam? Egyéb kérdés? Nekem van két ö, fiam, és... Gratulálok! Ö, köszönöm! És ö, igazából azt szeretném csak tudni, hogy ö, nyilván okoztam nekik olyan Kar, vagy nem is tudom, felgyűlöm lett bennük olyan karma, amit én, tehát én általam, hogy ebben hogyan tudnék nekik segíteni. Túrós palacsinta karma, vagy paprikás krumpi karma, <laughs> ezek biztos felgyűltek, hogyha te megfőzted, és ők okoztam nekik fájdalmat valamilyen szinten, mert látom rajtuk, hogy, hogy valamilyen szinten segítségre lenne szükségük lelkileg. <laughs> Látod-e, hogy miért születtek ők hozzád? Nem. Azért hiszed azt, hogy ezt a fájdalmat te okoztad. Hát van apuka, meg anyuka, és a kettejük karmájának a függvénye a gyerek, hogy kiszületik hozzájuk. És ha meglátod, hogy annak a gyereknek mi a dolga, miért te hordtad ki, miért te lettél az anyja, és apuka pedig így az apuka, sose felejtsük, hogy ez egy kétemberes megoldást, Úgyhogy kettőtök karmájának így a függvénye a gyerek, úgy, hogy saját önálló lelket hozott le, és önálló útja van. Ott folytatja, ahol az előző életének a végén abba hagyta. És innentől kezdve nektek dolgotok van, de egy személyben te nem vagy felelős a gyermeked összes mozdulatáért és karmájáért, azért viszont igen, hogy láttasd vele, hogy valójában mit csinál, hogy valójában ő kicsoda, Na világon most te ismered őket a legjobban. Úgyhogy nagyon nehéz egy jó indulatú és jó anyának látni a gyerek fájdalmát, de azt a nyersanyagot azt ő hozta. Hogy te tudatosan abból leveszel, vagy hozzáteszel, azt már neked kell látnod. De te ne okold magadat azért az alapszenvedésért, amely minden ember osztály része, aki leszületik erre a földre. Tehát remélem egyik kismamának sincs bűntudata azért, mert a gyerek sír a szülés után. Remélem. Mert hogyha nem sírna, akkor nem maradna életben, nem nyomná ki a vizet a tüdejéből, és nem lélegezne rendesen. Hát úgy kezdődik, hogy üvöltés, zsinorvágás, üvöltés. Így. Az első az anyuka, a második a gyerek. Ez az élet. Nézd meg, hogy te okoztad-e, vagy ő hozta magával. Nagyon fontos. És akkor a megkülönböztető bölcsességből helyes együttérzés származik, annyit oldasz föl, ami a te dolgod. Ha túl sokat föl akarsz oldani, akkor mama hotelbe zárod a fiaidat. Ha nem engedjük apukát a dolgában, hogy akár együtt éltek, akár nem, de ugye, hogy nem. Tehát, hogy fogod, és a, kezébe adod a gyereket, hogy na, most akkor vigyed és mutasd meg neki a világot, akkor apuka nem tudja a feladatát ellátni, és az a fiúgyermeknek sem jó, az apukának sem, és még a lánygyermeknek se lenne jó. Úgyhogy ez a művész közös, akármilyen életközösség, vagy annak hiánya van később. Jó? Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy az akaraterő és a félelem, mellett még milyen más segédeszközök vannak, amit tudok használni arra, hogy távol tartsam magam olyan dolgoktól, amit tudom, hogy önromboló. Jó. Akkor a félelem az mennyire jó tanácsadó? Mondd el nekem. Hát mivel nem volt, és akartam, ezért megpróbáltam, de végül is nem kell. Nem jó. Túl nagy ára van, a tapasztalásnak, amiből félelem születik. Tehát nem akarom. Ha így van, akkor belátás született, hogy ezt te nem akarod, mert mondjuk nem akarsz önpusztító életet élni. A tűztől nem félni kell, hanem ha látod, hogy mit csinál, akkor pont olyan közel mész, amilyen közel szeretnél menni. De mentem, és nem jött a megoldás, nem fordult át. Te most átvitt értelemben fogalmazol, legyél konkrét. Tehát a tűz, én azt mondom, tábortűz. Tehát, hogyha te mondjuk egy sajtot meg szeretnél olvasztani egy nyárson, Igen. akkor pont annyira teszem bele, hogy a sajt megolvadjon, de ne égjen meg, és ne folyjon bele a tűzbe. Ha túl távol van, akkor nem történik semmi. Hogyha szenvedélyről van szó, vagy érzékszervi ragaszkodásról, vannak olyan típusok, ahol nincs középút. Tehát vagy-vagy, nulla vagy egy. És választ ki, hogy mitől szeretnél függeni. És hogyha ez megvan, akkor az okozatiság látása vezérel, és nem a félelem. Tehát kétféle félelem van. Az egyik, már tudod a tárgyát, tudod, hogy miért nem akarod, csak nem érzed elég erősnek magad, Igen. hogy megtartóztasd magad. A másik, hogy nem is tudod, hogy mitől félsz, csak hogy, Isten azt ne. Jó? Tehát változtassuk az utóbbit az elsőre. Tehát, hogy tudod, hogy mitől félsz, és pontosan tudod, hogy miért nem mész mondjuk bizonyos szerek közelébe, vagy bizonyos cselekedeteket, miért nem hajtasz végre. És ez már egy teljesen tudatos dolog. Tehát, hogy nem azt akarom, nem akarok azzá válni, mássá szeretnék válni. Nem akarok szenvedni és szenvedtetni, hanem egy szeretettel boldogabb, autonóm És ezt erővel? Szeretnék. Hát világos, hogy erővel. Miért lenne az a baj? Nincs baj, csak hát akkor... megpróbáltam, és megbuktam. Mert kételkedtél. Ja. Minden karma. De egy ideig egész jól ment. Mágyó zenmestert fölkereste a szerzetesek, egy kitüntetett csoportja, és az adott hegyből ki akartak faragni egy hatalmas szobrot, tiszteletüket teszik a mesternél, és megkérdezik, hogy mester, mester, kifaraghatjuk Buthaurunk gyönyörűséges ülőképmását ebből a hatalmas sziklából? Azt mondja már Joe, igen. Hát mindenki boldog. Leborulnak, tiszteletet adnak, mennek kifelé, utoljára egy szerzetes visszaszól, mester, tényleg meg tudjuk csinálni? Már nem, mondta Májó. Minden karma energiából és információból tevődik össze. Ha túl sokat gondolkodsz, lemegy az energiaszint. Ha kételkedsz, darabokra töröd az akaratvektort. Ha félsz, meg se tudsz mozdulni. Tehát a félelem és az akarat együtt olyan, mint amikor az autóban egyszerre nyomod a gázpedált, meg a féket. Uh -huh. Széttég minden. És innentől kezdve dolgod van, mit akarsz, miért, kiért, mivé válsz azáltal, hogy megteszed, mivé maradsz azáltal, hogy nem teszed meg. Egyéb kérdés? Igen, van. Biztos? Um, hát, hogy... Akkor nincs. Nem tudom, hogy mi a következő lépés abban a szituációban, hogy ezt az utat úgymond, ezt a görbét megjártam, hogy tudom, mit akarok, tartom is magam hozzá, cselekszek is. De nem hozta meg a várva várt eredményt. Tovább kell törekedni, ha az irány helyes. Ennyire nehéz? Mm. Ennyire egyszerű. Ja.